Szeretettel köszöntök mindenkit a Tiszavasvári Városi Könyvtár főbejáratánál. Az intézmény a Művelődési Központ és Könyvtár részét képezi. Itt állunk a főbejáratnál, és tegyünk egy kis sétát az intézményben. Megérkeztünk a Városi Könyvtárba, 2007. augusztusától várjuk itt olvasóinkat. Tegyünk egy kis sétát a felnőtt részlegben. Megérkeztünk a könyvtárnak a felnőtt részlegébe, ahol munkatársam Kenyeres Sándorné Angéla várja az olvasókat. Ő a felnőtt olvasószolgálatos munkatársunk. A könyvtárba érkező látogatók ingyenesen, regisztráció nélkül tájékozódhatnak a könyvtár szolgáltatásairól, illetve ingyenesen használhatják a felnőtt hírlap olvasóban található napilapokat, ezeket ingyenesen nézegethetik. Viszont ha a könyvtárnak a további szolgáltatásait szeretnék igénybe venni, akkor itt a regisztrációs pontnál beiratkozhatnak a könyvtárunkba. A 16 éven felüli olvasóink beiratkozási díjat fizetnek, diákoknak egész évre 800 forint, felnőtteknek pedig 1500 forint a beiratkozási díj. Hogyha a beiratkozás megtörtént, akkor a felnőtt résznek az állományából kölcsönözhetnek, mindjárt teszünk ott is egy kis sétát, illetve az internet részlegben napi fél órát internetezhetnek. Tegyünk egy kis sétát a felnőtt kölcsönzőben. A felnőtt kölcsönző térben található a könyvtár állományának legjelentősebb állományegysége, amely közel 18 ezer darab kötetet számlál. A könyvtárban megtalálhatják a szórakozáshoz, a kikapcsolódáshoz szükséges könyveket olvasóink, de természetesen szakirodalom különböző témákban is rendelkezésre áll. Külön kis pultot alakítottunk ki az újonnan érkezett könyvek részére, egy kis könyvajállóba lett egybekötve. Az utóbbi 2-3 évben szerencsés helyzetben voltunk, hiszen az állománygyarapításra szánt összeg jelentős mértékben emelkedett, és így például 2014-ben több mint 1500 darab új kötettel, új könyvvel gyarapodott könyvtárunknak az állománya. Az itt található felnőtt kölcsönzőben elhelyezett könyvek közül választhatnak olvasóink 6 darabot, a kölcsönzési határidő az 1 hónap, és természetesen, hogyha nem sikerül elolvasniuk, akkor lehetőség van a kölcsönzési határidőnek a meghosszabbítására is. Hát mi az, amit keresnek olvasóink? Az elmúlt évben készítettünk egy használói elégedettségi olvasói vizsgálatot, és ebben rákérdeztünk arra is, hogy milyen könyvek azok, amelyek a könyvtár állományában fontosak, hogy meglegyenek. Hát elsősorban ugye a klasszikus, a kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz kapcsolódó szépirodalmi munkákat keresik, de természetesen a történelmi témájú regények, a nyelvkönyvek, a bűnügyi regények, az orvosi krimik, ezek is a top listán szerepelnek. Úgyhogy a könyvtárnak az állománybeszerzését próbáljuk úgy alakítani, hogy mind a gyűjtőköri szabályzatunknak megfeleljünk, mind pedig természetesen az olvasói igényeket is figyelembe vegyük, és talán ez az oka annak, hogy az országos tendencia ellenére 2013-ban és 2014-ben is sikerült az olvasói létszámot megtartani, úgyhogy ez nagyon nagy dolog, hiszen többen azt mondták, azt jósolták, hogy az internetnek az előrehaladása, az talán majd a könyvtárhasználóknak a létszámát fogja csökkenteni, de hál' Istennek itt Tiszavasváriban, a Városi Könyvtárban ezt nem érzékeljük. Tehát elmondhatjuk azt, hogy sikerül szinten tartani az olvasóinknak a létszámát. Na most egyrészt ezt próbáljuk úgy megőrizni, illetve megtartani, hogy a könyveknek a vásárlásánál, illetve a könyveknek a kiválasztásánál mindenféleképpen figyelembe vesszük az olvasói igényeket, hiszen még mindig a könyvtárba azért iratkoznak be, azért jönnek olvasóink, hogy könyvet szeretnének kölcsönözni, amit a szórakozáshoz, a tanuláshoz használnak elsősorban. Másrészt viszont ugye a könyvtáraknak a szerepe, ahogy átalakult, mi is próbálunk ehhez alkalmazkodni, hiszen a 2007 óta eltelt időszakban próbálunk megfelelni
megfelelni, hogy a könyvtár, mint közösségi szintér is működjön Tiszavasváriban, hiszen rendezvényeket, programokat mind a felnőttek, mind pedig a gyerekek számára rendszeresen szervezünk, és a harmadik pillér pedig az, hogy szeretnénk, hogyha a könyvtárat úgy tartanák számon itt Tiszavasváriban, a tiszavasvári járásban, mint a város, mint a kistérség, mint a járás dolgozószobáját, tehát ahová bejöhetnek úgy az emberek, hogy információhoz jussanak, tájékozódjanak, illetve az itt található dokumentumot helyben használhassák. A könyvtár felnőtt részlegéhez kapcsolódóan szeretném még a kedves televíziónézőknek elmondani, hogy a könyvtárunk tavaly, illetve az előző években nyertes uniós pályázatoknak köszönhetően új berendezési tárgyakkal gazdagodott, programjainkat úgy alakítottuk, olvasás és könyvtár népszerűsítő programjainkat, hogy valamennyi korosztály megtalálja a számára megfelelőt, illetve a könyvállományunk is jelentős mértékben bővült. Köszönhető ez egyrészt a pályázati támogatásoknak, illetve azoknak a lehetőségeknek, amelyeket könyvtárunk, intézményünk maximális mértékben kihasznált, a Márai program, a Nemzeti Kulturális Alapnak a könyvtár támogatási programja, illetve a személyi jövedelemadó 1%-ának a felajánlásából származó összeget is új könyvek vásárlására fordítottuk. Erre törekszünk a jövőben is, figyeljük a pályázati lehetőségeket, és bízunk benne, hogy könyvtárunk hasonló színvonalon, vagy még magasabb színvonalon próbálja olvasóink, illetve a könyvtárlátogatók igényeit kielégíteni a 21. században is. Megérkeztünk a könyvtárnak az internet részlegébe, ahol a könyvtárnak a munkatársa Felcsák Nándor, rendszergazda, informatikus könyvtáros várja az olvasókat. Mint már említettem, beiratkozott olvasóink naponta fél órát internetezhetnek itt a könyvtárnak az internet részlegében, de természetesen azok is igénybe vehetik az internet adta szolgáltatásokat, akik nem iratkoznak be a könyvtárunkba. Az internet használat az térítéses szolgáltatás, tehát aki várja a buszt, vagy éppen olyan dolgokat, hogy a városban nem jut máshol internet közelbe, lehetőség van, hogy itt a könyvtárba az e-mailjeit, leveleit megnézegesse. Térítéses szolgáltatás fél óra 100 forint. Az internet részlegben további lakossági szolgáltatásokat is biztosítunk a város lakói számára. Lehetőség nyílik a laminálásra, aztán a spirálozásra, fénymásolásra, nyomtatásra. Nyomtatást azt tudunk vállalni fekete-fehérben, illetve színes nyomtatásra is lehetőségünk nyílik. Az internet részlegben tartjuk, immár hagyományosan 2007 óta, minden év őszén az internetes vetélkedőnket, melynek azt a nevet adtuk, hogy ne csak lógja neten. Ezt elsősorban általános iskoláskorú diákoknak szerveztük, és szervezzük folyamatosan, felnőtt segítőkkel, hiszen célunk, hogy a digitális írástudást minél szélesebb körben elterjesszük, hiszen a könyvtáraknak a felnőtt képzésben, az informális képzésben óriási szerepük, illetve lehetőségük van. Ennek érdekében 2013-ban és 2014-ben rendszeresen szerveztünk felnőttek részére egy 20 órás alapismereteket, számítógépes alapismereteket nyújtó tanfolyamot, amire óriási volt az érdeklődés. Tehát úgy látjuk, hogy elsősorban a nyugdíjas korosztály az, aki aktivitást mutatott ezek iránt a tanfolyamok iránt, és ezeknek a szervezését, lebonyolítását tervezzük majd a jövőben is, hiszen egyre inkább szükségét érzik annak, hogy a technika előrehaladásával és térhódításával ők is megismerjék az internet adta lehetőséget, az internet használat nyújtotta szolgáltatásokat, ha másért nem azért, hogy kapcsolatot tudjanak tartani a családtagokkal. Úgyhogy terveink között szerepel, ezeket a tanfolyamokat rendszergazdánk Felcsák Nándor szervezte, illetve tartotta a látogatók számára, és mint ahogy látják olvasóink is, az ő feladata a honlapunknak a rendszeres karbantartása is. A Városi Könyvtárnak a honlapja, www.kulturatevasvari.hu. Ezen az oldalon rendszeresen értesülhetnek olvasóink a könyvtár szolgáltatásairól.
programjairól, a galériában megtekinthetik a rendezvényeinkről készült fotókat. Most pedig tegyünk egy sétát az emeleten, először a gyermekrészlegben, a helyismereti és zenei gyűjteményben, majd az olvasóteremben nézünk szét. Könyvtárunk bababarát terület, ezért bátran ajánljuk a könyvtárunk szolgáltatásait kisgyerekes anyukáknak is, hiszen direkt az ő igényeik kielégítésére hoztunk létre egy olyan kis szobát, ahol a gyerekeket át lehet öltöztetni, tisztába lehet tenni, és így zavartalanul élvezhetik a könyvtárnak a szolgáltatásait a legkisebbek is. Megérkeztünk a könyvtárnak a gyermekrészlegébe. Ez a legkisebbek számára kialakított kis birodalom. Könyvtáros kolléganőm Novák Anna, Ancsa várja a 14 éven aluli könyvtárhasználókat, és természetesen a családokat is, hiszen főleg hétvégén nagyon nagy számban veszik igénybe könyvtárunk szolgáltatásait. Hasonlóan a felnőtt olvasókhoz, a könyvtárnak a használata, illetve a könyvtárunk gyermekrészlegében található dokumentumoknak a kölcsönzése, az beiratkozáshoz kötött. Itt a regisztrációs pontnál a legkisebbek is beiratkozhatnak könyvtárunkba. Azért mondom, hogy a legkisebbek, hiszen legfiatalabb olvasóink pár hónaposak. Itt az anyukák elsősorban lapozókat, kis képeskönyveket kölcsönöznek számukra, hiszen 2007 óta folyamatosan működik havi rendszerességgel könyvtárunkban a Babamama Klub. Az ő tagjaik közül kerülnek ki könyvtárunknak a legfiatalabb olvasói, és ők is szívesen veszik könyvtárunk szolgáltatásait igénybe, hát meg elsősorban ugye az anyukák, apukák, illetve nagyszülők. Később óvodáskorból, illetve általános iskoláskorú gyerekekből áll a könyvtár beiratkozott olvasóinak a száma itt a gyermekrészlegben, ami hál' Istennek a felnőtt részleg olvasói arányához képest is egy javuló tendenciát mutat, tehát itt is bátran elmondhatjuk, hogy az országos tendencia ellenére nekünk azért sikerül a beiratkozott olvasóknak a számát megtartani és minimális mértékben emelni. Ehhez, mint a felnőtt részlegben is említettem, már hozzájárul az, hogy a gyermekkönyvtárnak az állományát próbáljuk úgy alakítani, hogy a legfrissebb, legkeresettebb dokumentumokat is megvásároljuk, hiszen ismerjük a mai könyvárakat, meséskönyveket 2-3 ezer forinton alul már nem nagyon tudunk vásárolni, és ezért sok szülő él a könyvtár nyújtotta lehetőséggel, és eljönnek, könyvet kölcsönöznek, és otthon elolvassák a könyveket, egy hónap után, ha visszakerül, akkor bátran választhatnak másik könyvet is. Rendezvényeinkkel is próbáljuk az olvasás népszerűségét, a könyvtárhasználatnak a népszerűségét emelni. Ennek érdekében, mint már említettem, létrehoztuk a Babamama Klubunkat, mely rendszeresen működik minden hónap első szerdáján. Aztán az óvis, illetve általános iskoláskorú gyerekeknek mesefoglalkozásokat tartunk, igény szerint délelőtt, illetve délutáni időpontokban. Ennek egyik eleme lesz majd az úgynevezett mesefa avató. Ezt a mesefát könyvtáros kollégák, könyvtárnak a munkatársai készítették, és úgy gondoltuk, hogy ünnepélyes keretek között felavatjuk ezt a mesefát március 6-án, és ennek a forgatókönyve úgy fog kinézni, hogy közösen fel fogunk dolgozni egy mesét, és felöltöztetjük majd már a tavaszhoz igazodva ezt a mesefát egy foglalkozás keretében március 6-án. És még szeretném itt a kedves vendégeink, illetve a kedves nézők figyelmébe ajánlani a gyermekrészleg egyik ékességét, a Bóbita fali képünket, amelyet annak idején Molnárné Balla Gyöngyi és a Kence Fice csoport tagjai készítettek, még akkor, amikor a Városi Könyvtár ebbe az új épületbe költözött, és azóta is ez itt található a gyermekrészlegünkben, és egy ékes színfoltja a gyermekrészlegnek. Nagyon szeretik a gyerekek, felnőttek egyaránt. Megérkeztünk a legkisebbek birodalmába, a mesék birodalmába. Mint ahogy a tévénézők is láthatják, itt egy kis mesesarkot alakítottunk ki a könyvtáros kollégákkal.
míg a legkisebbek a meséskönyvek közül választanak, lehetőségük van különböző foglalkoztató játékoknak a kipróbálására is. Ez nagyon nagy sikert arat a kisgyerekes családok körében. Sőt, amíg anyuka, apuka lenne a felnőtt részlegben választ könyveket, addig a legkisebbek itt lefoglalják magukat könyves környezetben is. Egy idő után felfedezik ők is a könyveknek a birodalmát. A Baba Mama Klubnak a foglalkozásait is ezen a helyszínen szoktuk tartani, illetve az olvasás népszerűsítő programjainkat felnőttek számára is. Megérkeztünk a könyvtárnak az ifjúsági részébe, mint ahogy a feliratok, az eligazító táblák is mutatják, itt találják az általános iskoláskorú gyerekek a szépirodalmi munkákat, illetve az ismeretterjesztő irodalmat. A szépirodalom szerző szerinti betűrendben, illetve az ismeretterjesztő irodalom pedig témák szerint található a polcon, de természetesen, hogyha valamilyen segítséget igényelnek a keresésben, az eligazatásban, könyvtárosok, mi szívesen segítünk nekik a választásban. A könyvtárnak a gyermek részlegében több mint 9000 darab dokumentum található, itt is az utóbbi 2-3 évben a nyertes pályázatoknak köszönhetően sikerült a könyvtár állományát, a gyermekkönyvtár állományát fejleszteni, és a legkeresettebb ifjúsági irodalom ide is eljutott a Tiszavasvári Városi Könyvtár gyermek részlegébe. A könyvtár olvasó termében vagyunk. Itt találhatók a Városi Könyvtárnak a legértékesebb dokumentumai, a szótárak, a különböző képes kézikönyvek, lexikonok. Az itt található állománynak elsősorban a helyben használatára nyílik lehetőség, viszont rövid kölcsönzési határidőre, péntek, szombat, vasárnap az itt található kézikönyveket is kölcsönözzük, elsősorban a továbbtanulók érdekeit szem előtt tartva. Itt található a könyvtárnak az egyik legrégebbi dokumentuma is, ami 1905-ből való, a Pallas és a Révai lexikonok. Tehát ez a könyvtárnak a legértékesebb gyűjteménye. De természetesen itt az olvasóteremben is könyvtári órákat, illetve különböző foglalkozásokat tartunk, melyek a könyvtár népszerűsítését, illetve az olvasás népszerűsítését szolgálják. Gyűjtemény értékénél fogva egy igen értékes munka, amit a kezemben tartok, a Nekcsei Bibliának a másolata. A könyvtár folyóirat olvasójában olvasóink 90 féle folyóirat közül választhatnak. Ebben vannak napi lapok, heti lapok, illetve havonta megjelenő folyóiratok. Próbáltuk a repertoárt úgy bővíteni, hogy valamennyi korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb folyóiratot. Folyóirataink is kölcsönözhetőek, természetesen rövidebb kölcsönzési határidővel, mint a könyvek. Folyóiratok kölcsönzési határideje 1 hét. Menjünk tovább a helyismereti és zenei gyűjteményünkbe. A könyvtár helyismereti és zenei gyűjteményében vagyunk. Egy könyvtárnak a jellegét, a helyi jellegét mindig az határozza meg, hogy milyen helyismereti dokumentumokat gyűjt. Mi a teljesség igényére törekszünk, és minden tiszavasvárival kapcsolatos, tiszavasváriban megjelenő kiadványt, újságcikket, folyóiratcikket gyűjtünk, illetve ezeket a dokumentumokat folyamatosan feldolgozzuk. Nagy előrelépés történt 2013-ban, illetve 2014-ben, hiszen egy központi megyei közös adatbázisba dolgoztuk fel, illetve töltöttük fel a Tiszavasváriról megjelent folyóiratcikkeket. Ez 5600 darab folyóiratcikket jelentett, melynek a digitalizálása, tartalmi és formai feltárása az utóbbi 2 évben megtörtént. Tehát tulajdonképpen most már a visszamenőleges feldolgozó munka folyóiratcikkek esetében teljes, úgyhogy most már csak a napjainkban megjelenő folyóiratokat kell feldolgoznunk. De természetesen nem csak folyóiratcikkeket, hanem könyveket, kiadványokat, apró nyomtatványokat, meghívókat, plakátokat is gyűjtünk itt a helyismereti részlegünkben. Ezen kívül ebben a részlegben kaptak helyet
a hangzó dokumentumok. Mint ahogy láthatjuk, a könyvtár állományában még megtalálhatók a hagyományos bakelit lemezek, a VHS kazetták, a hagyományos hangkazetták, de természetesen a modern adathordozók, a CD-k, DVD-k, elektronikus dokumentumok. Ebben a teremben szoktuk tartani, ebben a részlegben a könyvtárhasználati órák, foglalkozások egy részét, illetve civil szervezetekkel is kapcsolatokat tartunk fenn. A helyi cukorbeteg klub rendszeresen itt a könyvtárban tartja foglalkozásait. A TELSE részére heti rendszerességgel tartunk foglalkozásokat, vagy itt a helyismereti részlegben, vagy pedig az olvasóteremben, attól függ, hogy éppen milyen programot biztosítunk majd a látogatóinknak. Ezzel rövid sétánk véges is ért itt a Városi Könyvtárban. Én úgy gondolom, hogy sikerült minden részleget bemutatni kedves olvasóinknak, illetve a kedves televíziónézőknek, és úgy gondolom, hogy sikerült elnyerni a tetszését mindenkinek, és arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy iratkozzanak be könyvtárunkba. A gyerekeknek 16 éves korig nincs beiratkozási díj, viszont 16 év fölött minimális ez az összeg, amit egész évben a könyvtár használatért fizetni kell, és mint ahogy olvasóink, illetve a televíziónézők is láthatták, rengeteg új könyvünk érkezett, a könyvtárnak az állománya közel 43 ezer darab, tehát ezekből mindenki megtalálja a számára kedvezőt, és azon kívül, hogy a könyvtárnak a hagyományos szolgáltatásait igénybe veszik, könyvtári rendezvényeken, programokon vehetnek részt, illetve a könyvtárat, mint tudástárat is használhatják. Én bízom benne, hogy az itt a hátam mögött lévő fa a foglalkozás után zöldbe borul, kitavaszodik, és én szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy látogassanak el hozzánk a könyvtárba, illetve vegyék igénybe könyvtárunk szolgáltatásait. A magam és munkatársaim nevében ajánlom figyelmükbe a Városi Könyvtárnak a rendezvényeit, programjait, illetve a hagyományos könyvtári szolgáltatásait.